Jó reggelt kívánok! Indult a kedd, lerakás megtörtént, eljöttünk a lerakóról, irány Olaszország, ott fogunk felrakni. Gyönyörű helyekre járunk most is, megyünk, mint a golyó. Ugye még nem jó irányba, mert majd meg kell forduljunk. Tehát semmi probléma. No problem. Erre visznek. Erre visznek a legyősök. Nincsen probléma. Ez ugyanaz, nincsen probléma, nincsen probléma. Nincsen probléma. Na, ott valami előtt, gyorsan. Akkor megyünk. Lehajtunk az autópályáról, mert nekünk egy másik oldalon kellene robognunk. Olaszországba fogunk menni felrakni. De hát az a feljáró az le volt zárva, ahol meg tudtunk ezt tenni. Úgyhogy itt most meg kell, hogy forduljunk. Pedig fordulunk vissza a pályára, de aztán már még a jó irányba haladjunk. Robokasunk immár Olaszország felé. Letérünk az A10-ről, irány Olaszország az A2-n. Aztán még 10-pár kilométer is ott vagyunk a határon.
helyeken járva. Határhoz. Lába is mutatja még egy kilométer, és lépünk a napfényes Itáliába. Mutatja, Olaszországba lépünk. Megnézzük a sajereseket. Kíváncsiságképpen miket visznek. Nagy képeket. Nagy vasdarabokat. Immáron Olaszországba lépünk. Egyik alagútból ki, a másikba be. Csodás tájakat. Na majd jövök számlázat is ilyen, mert jöjjön mindenki jár. Az eurós jött számlát? Meg azt számlát. Érkezünk a fizető kapuhoz. Telepasszus átjáró. Telepasztom a munkra. Ott jobbra az a sárga? Igen. Az ott jobbra a sárga, telepasztom. Az is telepaszt, az is telepaszt, az is telepaszt. Mindegy, melyik telepaszt, mindegyik telepaszt. Ez is? Mindegyik, mondom. Ha azt mondom mindegyik, akkor mindegyik. Itt a sárga telepasztja. Én nem volt jó másik. Nekem az is jó. Lényeg, hogy mennyi. Szembe látszik a völgyhíd, most azon fogunk bebújni, oda az alakunkba. Nagyon szép. Mivel jó idő van, bogarak előjöttek, az a szélvédőnek rendesen. De nem szegi kedvünket, megkodulák csak figyelünk. Nagyon jó csúnya lap. Ilyen az alagútból is gyönyörű tájfogat minket.
És aztán mindig szép, minden évszakban gyönyörű. A településeket érintve irány
Mortenó. Részhez. Törik előttünk az utat. És haladunk tovább. Én is számító hatagja. Elhagyjuk az alkohol, mert ezt mutatják, hogy lesz. Te rossz, itt van a pont, de melyik a miénk? Hol láttad ezt a pont? Utat volt utána, pont te rossz. Ezt vagy? Ovest vagy? Zéi. Zonaj. Industriál. Az a zonai pont, te rossz, de nem érje, hogy East vagy Ovest. Semmi gond, akkor kimegyünk Zonának. Tele van táblával, aztán majd megnézzük egyébként. Kis tele van táblával, de másik oldalon. Ideale Ponte Rosso, Ovest. Itt lesz valahol az Viszta. Mert ez már számítottan tagja, mert a Zoom Industriája. Itt vagy a táblák elők, ott már itt elők volt. Itt vannak a táblák kiírva. Majd álljunk meg, ezt nézzük, hát van valami kiírva. Húzz, hogy lesz éppen, azt már keresünk. Már majdnem jó címre jöttünk. Kettőből lehet választani általában a másik vezetőmbe. Ha nem baj, ha megnéztük a térképet, most már tudjuk, hogy hova kell választani.
már lehet nézni, hogy esetleg ki van írva. Hát körülbelőre tudjuk már, hogy hol kell menni. Ha bemegy az utca, utána ugye? Ott jön kettővel a rémány. Felrakás megtörtént, indulás van. Elütötted, hogy végeztem a kizélet? Nem. Nem műanyag hasznosító. Szarom. Indulás van, dél van. Egyik ott úgyse fognak hozzánk szólni, mert baja idő van, úgyhogy ott majd szépen megebédelünk. Most irány Pordenónál. Megkukatos délelőtt ezt elkapott. 26 kilométer. Úgyhogy megyünk, haladunk szépen. Valami érdekesség lesz, majd jövő arra visszakukorodunk. Meg vannak a fájfelve, meg kocsírje, meg a mit tudom én, mindegy. Jó, az több film. Irány Gordonó, ne? Erre rosszul az volt. Vannak ezek a töltségre. Jó,
visszatértünk az 2013-ra, itt azt már robotunk irány, még kezdünk a helikopterhez. Van jobbra, ne? Ugye lehet, hogy én is tévedek. Spáján gosztó diána. A Sarsadella de Spára. Csomó traktor jelentő, amikor egy pályán. Itt a lámpa pedig megfogja a nézőt. Olyan csicsóval él. Csicsó? Arra. Olyan csicsó. Két kilométer múlva megyünk a nagykörforgalomba. Na igen. Tudom, hogy ennyire különböző dolgok nem kéne. Hát így rendben. De figyelj, Az amerikai jobb. Az amerikai jobb. Jó, de nem mondtál hülyeséget, tehát én is voltam olyan helyen, ahol Ekler, D-Angoli, Axel-tel beszélsz. Én nem, de aki igen. És utána elkezdi. És ez olyan jó, ez annyira alul intelligenciázott embereknek a dolgai. Parkológépet is, menjünk valami körforgalomba. Még olyan sokan vannak, de és az a szerencsénk, hogy a bevándorlók is tudják, hanem hogy erdélyiek, hogy akkor én nem ott laknék. Hát de gazdaságilag eladták magukat. Így kell neki, nem most mit tudok erre mondani. Ugyanígy a németek, ó, kell az ingyen munkaerő, hogy valaki dolgozzon is, és jó, ezek itt akarnak maradni. Hát még jó, hát beengedted, ott fog maradni. Az angolok meg, jaj, meg itt van 2 millió lengyel, hogy csinálják meg őket. Úgyhogy ez meg, hát ez van. Azért nekem a például az a része az jobban tetszik. Hát az, ahol olaszul beszélnek, nem tudom. Az a része meg a gyönyörű. Pályán vagyunk valami. Átérünk az augusztus 8-ra irány forgalomra.
egy kicsit, aztán robogtatunk Németország felé, amerre jöttünk, arra megyünk. Gyanús ez nekem. De felrakó sem. Mikor lesz ott akkor? Egy óra vagy egy harc? Egy óra környékben. Megkajálunk aztán. Becsámpázunk, megnézzük. Most már kérdezzük, hogy itt vannak-e, vagy nem? Felrakás megtörtént, 18 óra 4 perc van. Úgyhogy most haladunk egy kicsit. Mert ugye határon lesz az éjszaka. Aztán jutunk, ameddig jutunk. Meglátjuk, hogy meddig jutunk. Fölmenjünk az A28-ra. Szokásos útvonalon vissza. San Daniel, Oszopon. Amin jöttünk. Amin jöttünk, arra fogunk menni. Nincs ilyen, lehet, hogy a sofőrnek kéne, hogy ezek kedvezzenek, nem mondjuk kastán. Ja. Itt a sofőr van szállt. Ez a kutyám nem jön. Az autópályán itt most megteszünk 3,2 km, azt már hajtunk is le róla. Ez a szám.
hogy beírod akkor, amikor bejön. Lehagytuk az autópályáról. Föltelenítette fölülre a felüljáróra. Megyünk bele a nagykörforgóba. Irányunk innen felé. Drága barátom, hát villogtatottak én neked. Rohadj meg ott a bolyat. Az a felé, hogy már óvó. Mert se az a záró. Olyan csikkóba értek. Úgyhogy haladunk egy szép megjelenetet. A Rivisbe érünk. Oha, tudtak, hogy mi lesz? Bármi lehet. Amunk arra irányjelződik, nem biztos, hogy jobbra fog kanyarodni. De igaza van, nézd meg, ez bekanyarodik. Hát azt mondtad, hogy nyilván ne hazaérne, haza is érne. Azért mondtam, hogy haza, hogy beidejebb fogadni. Traktoria. Traktoria. De ez itt traktoria volt. Ja. És akkor haladunk tovább szépen Rivisbe. Szabadon. Haladunk itt a szűkátjáról. Ez az, ami jól néz ki. Haladunk a szűkátjáról. Hát megint senki nem lesz. Nem sok híja volt. Majdnem. Igen. Itt a szép kis tér. Megy már a szökőkül, vagy a vizesős. Ezek a pálnak, a pálvíz. Itt van a hurkafa. Repülhetünk tovább. Nyánóba értünk, egy nyánó. Ott a csajsz, ott esemesezik fel az amit. Szíta nagyon. Szíta, napszíta. De tovább szíta. Húrta meg szíta.
szép kis település, rendezett. Templomuk van. A haramtól legalábbis gyönyörű. És itt van balra két ágú. Ott a templom, és itt balra két ágú. Van néha az oszlop tövében, ott a két ágú. Az egyiknek már bemondunk a vacsora rendesen. Ez valami régi műemlék lehet, ha nagyon megbecsülték, egy körbe van kerítve. Mi volt az első háború? Ez még régen tudom. Nem tudom, mert ezek az ágyuk nem igazán a másodikra utalnak, nem? Ez még régen. Mi az első? Azért mondom, hogy a múlva. Na hagyjuk el, aztán most megyünk egy kicsit még. Már nem sokára érkezünk az oszakai körforgóhoz. Robogunk fel, most egy szép helyen járunk. Szép kis harangtorony. Európában egy jó téma az a migráció.
közben nem csináltam, hogy valamit leplezd meg. Ja, inkább erre figyelek a másik. Nagy baj van a háttérben. Igen, amit nagyon tisztelnek esetre repörjön rá. Na hát rákanyarodunk a 23-ra, megyünk a gyönyörű hegyek felé. Fordulunk rá itt a gyönyörű hegyekre, bemegyünk közéjük. Mindállapos a lámpány. Az alapjúból
tárg lelénk. Település a templommal balról. Szembe pedig a gyönyörű megye. Mindenféle színe van, fönn a hó, aztán lefelé fekete, utána jön egy vöröses rész, és alul meg zöld. Látod? Azt beszéltük ilyen pénzben András, hogy visszamegyünk oda éjszakázni, ahonnan elindultunk ma. Ez egy jó kis hely, nyugodt, csendes, van WC, tudja, ha nagyon akarjuk. Most nem nagyon rombolták le. Úgyhogy haladunk szépen tovább, 24 km-re határlépünk telepasztos átjáróhoz. Lesz a fizetős szakasztán 15 kilométerre vagyunk a határtól. Lezárták a telepasztos lejárót, hogy egy kicsit beljebb tudott. Keressük a sárgát. Az
amelyik sárga azonban mellett. Kis. Ez nekünk tetszik. Hát, ha még ezt is meg tudnánk tenni. Jó lenne? Hát, úgyis lesz, hogy láttam. És már mehetünk is. Nem Campo Rosso, hanem... Campo Rosso. Campo Rosso. Campo Rosso. De nem arra megyünk. Mindezt a tábla jelzi nekünk egy kilométerre. Lépjük a határ. Visszatérünk Ausztriára. Lépjük Ösztereibe. Megmérnek minket, ha úgy találják, hogy jó, akkor. Talán nézzen, fölé nézzen, magasságok miattak. Ja, felül megnézik. Tücsökkent, hogy hogy? Nem, fölteszi a konyvára. Nézzük. Megnézik. Hát egy pálcát is azon megnézi, hogy milyen magas az autó. Ja. Azt hiszem, fölül beugrott a menekült hidala. Magasságot mért? Igen. Megnézni a magasságot. De belógatt a 4 méter. Lehet, hogy itt elérte fönn az éjszaka. Igen, mert elkezdett itt jönni már. Igen. Ez volt a baj. Magas. Hogy lehet magas? Mert úgy tervezik, hogy olyan, nem? De lehet, hogy fölemelte véletlen, hogy ki van emelve, hogy valami problémája van. És akkor magas. Itt nem tudod megnyomni, hogy egy sülyeszeren? Nem. Meg nem is akkor nem. Így pont jónak kell lenni. Most megvárjuk még a kollégát, itt remélem, hogy a papírot megtaláljuk.
Valamit kérdezt, hogy most mit kérdez? Én nem fogok be. Jó napot az egyre. Utolér, az ne aggódjál, hogyha... Hát igen, csak nyíj! Csinálkozom levéképet. Kamerázz! Most jön, most miért arra mentél? Hát mert erre mutatja az autópályát. Nem áll. Mondom neked. De ezek nem erre jön. Te erre jön. Itt jön mögöttem. Itt fog mindjárt megelőzni. De ne ott előzzön nekem, húzódj le arra és itt előzzön. Ó, hát persze, igen. Nem is biztos, hogy megelőz. Miért? Mit csinál? Itt jön szépen mellett, mint minden. Ne, el fog előzni, az valószínűleg. Hol van? Itt jön mögöttem, nem előz. Ne elengedjem? Itt mellettem. Elengedj. Már megy, már megy, most megy. Hol? Itt. Oh. Na, az hátulról. Hát. A Ferrari. Hé, a hangját akartam hallani. Azt most nem hallod, úgysem, hogy amikor rálép. Akkor elmegy, ne félj, fogod hallani. Na, tép, nyomjál már neki oda. Én vagy ő? Teje. Ja, jó. Utolérjen, vagy leelőzzem? Hát ne, nem minimum. Hát ekkora lóval. Akasszuk már le az enyém után. Hát ez 440, az lehet, hogy 700. Alig fér bele itt. Itt dobra tálatod. Megyünk fel a pályára. Mellette meg valami? Azt nem látszott mind, de a kiskutya ott volt az ölében. Ezt adják vele. Az jár hozzá. De a szőke meg a kutya? Aha. Ezt adják hozzá, szévi a tartozik. Csak nem tudtam arra is. Ennyi pénzre. Na haladunk szépen tovább, gyönyörű vegyeken. Vegyeket látunk. Megállt valamiért ott fél át, most már rá. Nem, most már tova van. Nem. Megfereltük a kontrollon, semmi nem történt. Lelógattak ilyen műanyag láncokat, az, hogyha valaki eléri, akkor ugye magas az ember. Ezt kell nézni. Meg a mérlegre ráküdtek, hát mi nem vagyunk most kusúlyosak, abszolút úgyhogy rúlhatunk tovább. Nem egy csodába, úgyhogy még megyünk egy pár kilométer a kettőről. Átmenünk a Falkvízre. Úgyhogy itt most mi jobbra tartunk. De nem nagyon, csak egy kicsit. Ez a D betű jó nekünk. Hajtjuk a fejünket, lehajtunk és bevegyünk ide. Itt
be lejárok 100 méterről, és itt lesz az éjszakán. Nem szól hozzánk a kutya se, nyugodtan aludhatunk. Holnap reggel majd kelünk, aztán indulunk a útra. Itt van a kuka pontodat. Jó? Jó lesz? Pont mögöttünk van. Itt meg is állunk. Megjöttem. Itt lesz az éjszaka, 20 óra 31 perc van. Köszönöm, hogy megint minket választottatok. Itt vagyunk.